Így néz ki a 9000 négyzetméter alapterületű, 122 szobás, étteremmel, konferenciateremmel, látványbárral, mini wellness egységgel, fitnessteremmel rendelkező szálláshely látványterve. A beruházáshoz 900 millió forintot önerőből biztosít az önkormányzat, a kormány pedig a Modern Városok program keretében 3,1 milliárd forint támogatást ad a városnak. A miniszterelnökség parlamenti államtitkára az alapkőletételen elmondta, a programban a megyeszékhely fejlesztéseit támogatja a kabinet. Teljes Modern Városok program költségvetése nagyságrendileg 3600 milliárd forint, de gondolom Nyíregyházát, vagy nyíregyháziakat a nyíregyházi program érdekli. Ez 54 milliárd forintot jelent. A kettő összeg közötti hatalmas különbség az abban van, hogy vannak olyan települések, amelyek korábban nem rendelkeztek autópályahálózattal, és ezek most fognak ezzel bővülni, ilyen például Békés Csaba, ilyen volt Szombathely, és ilyen mondjuk Eger, az egy jelentős összeget jelent. A nyírségi megyeszékhely polgármestere emlékeztetett, Nyíregyháza sóstó turisztikai fejlesztésében a szálloda volt a hiányzó láncszem, mivel az idegenforgalom szempontjából rendkívül fontos városrészben eddig nem állt megfelelő méretű és minőségű szállás a vendégek elhelyezésére. Az elmúlt 7 évben gyakorlatilag megduplázódott a vendégészaka szám, és a másik jellemző vonás ennek a 7 évnek, hogy 35%-ra nőtt a külföldi vendégészakák száma, tehát egyre népszerűbb Nyíregyháza, egyre többen jönnek hozzánk, és ahonnan a legtöbben jönnek a Szlovákia, Lengyelország és Románia. Az új szálloda megépítésének köszönhetően 66 új munkahely jön létre Nyíregyházán. A tervek szerint a város tulajdonába kerülő szálloda a következő turisztikai főszezonra már üzemelni fog. Az üzemeltetőt 2017 év végéig választják ki.